Jó napot kívánok mindenkinek, Szécsi Judit vagyok, szociális munkás, és hát miről beszélhetnék ma másról, mint hogy így a szegregátum szerhasználattal kapcsolatban hogyan is néz ki ez a mi mai témánk, a túladagolás vagy a halálesetek, de egy kicsit messziről fogok így indítani, mert hogy a szegregátumi szerhasználattal kapcsolatban azért így a beavatkozási programról beszélnék egy kicsit, hogy most kinek a képviseletébe vagyok itt. Így kirakjam nagyba, mert úgy jobb mindenkinek. Így? Jó. Igen, teljesen. Jó, tehát hogy voltak ennek előzményei elég sok, ugye biztos, hogy az itt jelenlévők abszolút tisztában vannak vele, és részletesen ismerik annak a hét kutatásnak az eredményeit, ugye, aminek a tapasztalataira mi is építünk, és ami 15 és 18 között zajlott, itt számos kollega volt benne ezekben a kutatásokban, illetve aztán a minisztérium vagy ilyen szegregátumi munkacsoport keretében, ugye nem csak a civilek, hanem ott is kezdődött valamifajta diskurzus, hogy mit lehetne tenni, és hogy nagyon sok olyan számos kezdeményezés megtörtént a civil szervezetek részéről, akik a terepen voltak már előzőleg is nem szerhasználat miatt, hanem szociális problémák kezelése véget, hogy valamit reagáljanak erre a szembejövő problémára, amit pszichoaktív szerhasználatnak hívunk a szegregátumokba. De én, amiről most beszélni szeretnék kicsit részletesebben, vagy amire a tapasztalataira tudok támaszkodni, az a 2020-ban indult és 21-ben idén folytatódott addiktológiai konzultánsok országos egyesülete által megvalósult, és az EMI által finanszírozott program. Mi is ez? Tavaly kezdtünk 31 településen, azt gondoltuk, hogy a felzárkózó települések programra kapcsolódunk rá, hiszen minden kutatásnak az lett a vége, hogy ez egy mennyire komplex probléma, tehát hogy nagyon jó nekünk, ha nem csak az addiktológiai problémák kerülnek fókuszba, hanem ezzel párhuzamosan ugye a komplex beavatkozás jegyében tudunk támaszkodni más szakemberekre is, akik megadják ennek a komplexitását. 31 településen voltunk, 4 olyan település volt, ami ezeknek a programoknak ilyen kiemeltnek számítottak, tehát hogy azt jelezték a kollégák, hogy ott kiemelten van szerhasználat. Jó, tehát hogy ennek voltak tapasztalata, ez tényleg egy ilyen odalátogatás volt, hogy mi a szösz van ezen a 31 településen. Idén azt szűrtük le, hogy intenzívebb beavatkozásra van szükség, illetve annak van értelme, tehát hogy inkább oda menni, egy héten egyszer-kétszer, egy vagy két addiktológiai konzultánssal, vagy szociális munkással, aki addiktológiai területen jártas, és ott egy intenzív beavatkozást nyújtani, így 13-an dolgozunk ezen a program elemen, és 14 településen veszünk részt. Különböző feladatokat végzünk, elsősorban mi a konzultációt, az egyéni és csoport, annak egyéni és csoportos formáját tartjuk kiemelkedő feladatunknak. Tehát ha valaki van, aki addiktológiai problémákban szenved, és szakemberrel akar beszélni, akkor helybe vigyük ezt a szolgáltatást, illetve a szakemberek képzését is nagyon kiemelkedőnek tartjuk. Itt a szemléletformálás, de alapvetően a szakmaközi együttműködések erősítése, valamilyen esetvitelről való kommunikáció, ami a feladatunk, és persze prevenciós foglalkozások tartása. Nézd meg, látod? Mik a tapasztalataink a szerhasználattal kapcsolatban? Hát ezt nem fogom nagyon hosszú lére ereszteni, mert hogy erről már tényleg annyit beszéltem mindenfelé. Tehát a dohányzás továbbra is normatív, ez egyértelműen több generációs, 10-12 éves kortól ez egy teljesen bevett dolog, hogy mindenki dohányzik szegregátumokban, ez a 80%-ra tehető így a dohányosoknak a száma, szakértők, akik ott dolgoznak minden nap, ott vannak a szegregátumban napi 8 órát, ez ő becslésük ez. Ami nagyon nagy problémát jelent, ez a gyógyszerhasználat, és még mindig ezzel azért elég sokat dolgozunk, a klienseik között is vannak gyógyszerhasználók, akik tényleg ennek így a veszélyeit, vagy a következményeit nem nagyon látják.
Ami megjelent újdonságként, és mielőtt rátérek a pszichoaktív szerhasználókra, azt szeretném kiemelni. Tehát, hogy a várandósok és a kisgyerekes anyáknak a dohányzása és a szerhasználata az, ami kihívást jelent egyébként az egyedüli védőnöknek, akik ott vannak, és valamilyen szinten kapcsolatba kerülnek ezekkel az emberekkel, illetve ha nem is az anyák, akkor a partnerüknek a szerhasználatáról beszélhetünk. Nagyon megszaporodtak a gyerekvédelmi esetek az alkohol, illetve szeraddikciókból fakadó elhanyagolás veszélyeztetés miatt. Ugye itt keressük az együttműködéseket, hogy hogy tudnánk motiválni ezeket az embereket arra, hogy a mi szakembereinkkel kapcsolatba lépjenek. Ugye elutazni még mindig nagyon nehéz nagyvárosokba. És ami még ilyen új jelenség, hogy kiemelnék, és szerintem ez már kapcsolódik nagyon erősen a témánkhoz, hogy számos egészségügyi problémával küzdenek ezek az emberek, tehát hogy sokkal rosszabb egészségügyi állapotban vannak, az aszma, a szívelégtelenség, a cukor, vagy keringési zavarok, ezek mind magasabban reprezentáltak ezekben a csoportokban, a szerhasználók körében is egyébként. Szintetikus kannabinoid használat az, ami jellemző ezeken a területeken, ami településeinken mindenhol jelen van, de nagyon különböző mértékben jelenik meg. Ugye még mindig főleg fiatalok használják, de itt is változott azért egy picit a kép, hiszen azok a fiatalok, akik még mindig fiatalok, de már szülők lettek, ugye 20-25 évesen, 18-20-25 évesen 1-2-3 gyerekkel rendelkeznek, és akár a várandóságot végig használták, illetve a szoktatás időszakát, vagy a kisgyermek nevelés időszakát. Itt még egyszer a veszélyeztetettséget nagyon erősen kiemelném, ezt tényleg dolgozunk ezzel, sok probléma adódik ebből, tehát hogy egyszerűen ők így idősödtek, és egy másik szerepbe kerültek, tehát nem csak magukért felelősek, hanem hogy itt egy ilyen családi helyzet is előáll. A függő típusú használat is erősödik, növekszik, tehát ezekben lehet tendenciát megállapítani. A szintetikus katinon használat kristály nem kiemelten van jelen, intravénás szerhasználat a mi településeinken sehol nincsen. Ugye ezek községek, viszonylag kisebb települések, maximum 3000 fősek, de egyértelműen község típusú, szerkezetű, múlttal rendelkező települések. És szerintem ez nagyon fontos hangsúlyozni, mert majd ezt a konklúzióba is talán visszatérek erre, hogy a városi szlámoknak a szerhasználati szokásai szerintem jelentősen eltérnek azoktól a településektől, amiről én így beszélek, meg szoktam beszélni. Szóval, hogy ez nagyon érdemes, azt hiszem, külön választani, és külön figyelmet szentelni a városi szegregátumokra. Jó, halálesetek hogy néznek ki? Ez nagyon érdekes. Túladagolásos rosszullétek előfordulnak, de viszonylag ritkák, amire megoldásként ritkán hívnak mentőt. Viszont amire felfigyeltünk, és az elmúlt évben többször történt, a mi településünkön 5 halálesetet tudunk szerhez köthetően mondani, de nem túladagolásos halálesetek ezek, és a plusz 4 az azt jelenti, hogy azok a szakemberek, akik dolgoznak velünk, azok ugye más településeken is jelen vannak, és ott számoltak be halálesetekről, akár túladagolásos halálesetről is, de a mi tapasztalataink szerint inkább a szerhasználatból fakadó öngyilkosság az, ami jelentős volt, az 5-ből 3 esetben volt ilyen, ami a szenvedés nyomással van kapcsolatban. Tehát valaki, aki szerhasználó, függő, kilátástalannak látja a függőségből való kivezető utat, ettől ő nagyon szenved, de semmilyen olyan addiktológiai segítséget nem kap, ami erre nézve megoldást jelenthetne, és ezt látja kiútnak, nem tudom mennyire érthető. Tehát, hogy azért ez nagyon erősen összefügg a
szerhasználattal. A másik, amit kiemelnék, hogy a szerhasználat egészségügyi következményei miatt bekövetkező haláleset, hát az van, hogy azért a régóta használó, régóta, ugye fél éve, egy éven herbált vagy szintetikus kanabinoidokat használó emberek egészségi állapot olyan szinten romlott le, hogy egy haláleset például ebből volt. Illetve erre is nagyon fontos figyelnünk szerintem, hogy ez az egészségügyi problémák, amik náluk jelentősebben jelen vannak, és az erre ráhúzott bármilyen droghasználat, pláne azok, amik esetleg összeférhetetlenek ezzel a betegséggel, olyan veszélyes állapotokat idézhetnek elő, aminek következtében bekövetkezhetnek halálesetek, de hogy nagyon sokszor történt, vagy hogy ezekből a halálesetekből is ugye nagyon fontos az, hogy a halál oka az hogy van megállapítva, bocsánat, hiszen nem mindig a szerhasználattal hozzá kapcsolatba, hanem mondjuk egy infarktussal, vagy egy keringési problémával az a halál oka, de hogy ez a szerhasználat is közrejátszott, ez nem tudom, hogy mennyire jelenik meg, talán a kollégák erre jobban tudnak válaszolni, amikor történik haláleseteknél szerhasználati vizsgálat is. Jó, szóval a kollégák tapasztalatai inkább az, hogy több vidéki városban, amit már szóba került, tehát Óz, Miskolc szegregátumaiban, a kerületi szegregátumokban inkább jellemző lehet ez a túladagolásos halálesetek. Oké. Milyen további tapasztalataink vannak még? Még van azért némi időm, úgy látom, most elindítottam a stoppert, szóval, hogy ezeket talán össze tudom foglalni. Ami szerintem nagyon fontos, hogy a szakembereink is azt tapasztalják, hogy borzasztó nehéz addiktológiai profilú ellátásba juttatni ezeket az embereket, és nem csak azért, mert hogy nehezen megközelíthetők ezek a települések, ahol ezek tetten érhetők, hanem mert különösen hiányoznak az ambuláns ellátások, illetve a fekvőbeteg kórházi ágyak is, még a rehabilitációt szöcsödőtől, tehát, hogy az még jobban elérhető talán, de hogy ezek közül, a kliensek közül nagyon kevesen úgymond rehab érettek, gondolom, hogy a jelenlévők értik, miről beszélek, tehát, hogy nem mindenkinek ez a fajta szolgáltatás az, ami megfelel. Emellett ugye nagyon sokszor más szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások is hiányoznak, illetve nem veszik igénybe ezeknek a szolgáltatásoknak az előnyei, tehát hogy az egészségügyi problémák, a kezeletlen pszichés vagy egészségügyi problémák, hogy a veszélyeztető tényezőként léphetnek fel a szerhasználattal kapcsolatban. Nagyon fontos, és ide teszem mindenkinek, hogy a szakemberhiány nagyon jelentős, szóval az addiktológiai területen, hát igen, szóval nekünk is nagyon nehéz erre a munkára addiktológiai szakembert, addiktológiában tapasztalt, jártas, gyakorlati területen dolgozó szakembert találni lehet. Nagyon örültem, hogy a PPK-n indul pszichológusok továbbképzése is, tehát hogy egyszerűen én azt érzékelem, hogy nagyon, nagyon kevés a merítés, nagyon kevesen vagyunk a probléma súlyához viszonyítva. Mi ugye azt a stratégiát követjük, hogy a jelenlévő szakemberekhez kapcsolódunk, méghozzá azért, mert azt gondoljuk, hogy így a bizalmi munka az sokkal jobban le tud rövidülni, tehát nagyon sokszor dolgozunk úgy, hogy ők kapcsolatban vannak szerhasználókkal, és ők delegálják be a mi szakembereinknek az érintetteket, vagy azokat, akikkel aztán a szakembereink tudnak konzultálni, és hogy az látszik még, hogy ezeknek a klienseknek a motivációja az a fajta, igen, de még nem ott tartok, hanem a szakembereknél, igaz? Jó, bocsánat. Tehát, hogy igen, hogy nagyon fontos a szakembereket is motiválni, és őket bevonni ebbe a munkába, hogy ők is tevőlegesen vegyenek részt, hogy maradjon ott valamilyen tudás, szemlélet ezeken a településeken, hogyha véget érnek ezek a programok. Ugye december 31-ig van nekünk megbízatásunk egyelőre, illetve
azt tapasztaljuk, hogy nagyon sokszor van pánik azoknak a szakembereknek a körében, akik ugye ezeken a településeken dolgoznak. Szintén fontos jelenség, és dolgozunk vele, hogy a szakemberek is, és a lakosság többsége, aki nem szerhasználó, nagyon igényli a rendvédelmi beavatkozást, de a mi tapasztalataink szerint sokszor a rendőrség vagy nincs jelen, vagy a kompetenciájában hát csúszkál, vagy nem határozottan tudja, hogy így mi az, amit lehetne tennie, vagy mi az ő dolga, hogyan kell intézkedni, és mi az, ami meg segítő munka, és nem az ő kompetenciája bármennyire is érzi szükségét annak, hogy ő beavatkozzon. Igen, és itt jön az, hogy a mi klienskörünk milyen, tehát hogy a szegregátumokban élő emberek nagyon alacsony az egészségtudatossága, egy borzasztó elmaradott élethelyzetben vannak, ezeket nem is ragozom, szóval még mindig társadalompolitika kell a beavatkozásokhoz, nagyon komplexen nézni ezeket, illetve mi arra törekszünk, hogy itt az egészségtudatossága valamilyen típusú elmozdulás történjen, de hogy nagyon nehéz, mert hogy a verbalitásra nem nagyon lehet támaszkodni, a készségek, a csoportmunkában való részvétel készségei nagyon alacsonyak, nagyon sok a tabu téma ebbe a közösségben, az érzelmek kifejezésében is kihívással küzdködnek, tehát hogy itt is tartunk, egész egyszerűen erről kell, szóval, hogy ezekhez kell nyúlni, és megkeresni azokat a motiváló eszközöket, ami számukra a prevencióban is, és a konzultációban is valódi motivációt tudnak jelenteni. Amit így összefoglalóan én szeretnék így a közös gondolkozásba betenni, az, hogy egyrészt nekünk az átomcsökkentő tartalmakat be kell emelni ezekbe a programokba, főleg az egészségtudatosság fejlesztése érdekében, illetve a veszélyeztetett csoportokra, ugye az egészségügyi és mentális problémákkal küzdőkre, illetve a várandós és kisgyermekes anyákra kiemelten kell figyelni. Ugye borzasztó sok munka van, nagyon lassú folyamat lesz ez, hiszen itt készségek fejlesztéséről is beszélnünk kell, vagy fel kell vállalni, azt hiszem, bár a kollégák ebbe ugye nagyon heroikus munkát végeznek, már mint a településen lévő szociális szakemberek. De az is tény, hogy mi 14 településen vagyunk jelen, tehát, hogy valószínűleg ez arra lesz jó, hogy ezekre a tapasztalatokra építve, ezeket felhasználva azért mégiscsak egy rendszer szintű megközelítést adjunk a marginalizálódott, vagy mély szegénységben élő emberek prevenciójával, vagy addiktogé problémáinak kezelésére. Ugye ezeket a számokat azért hoztam, hogy lássuk, hogy a 14 az 1633 szegregátum, jó? Tehát, hogy ami 833 településen van, mi 14-ben vagyunk benne, és hogy azt látjuk, hogy a többiben nagyon nincsen, vagy nagyon nehezen elérhetőek ezek az addiktogé profilú szolgáltatások, vagy ezek a tudások. És akkor még egyszer szeretném kiemelni, hogy a városi szegregátumok tök más tészta, szerintem arra külön kiemelt figyelmet kell fordítani, és hogy ott is el kell kezdeni így az otthoni specifikus beavatkozást, ami egészen más tud lenni, mint a kis települések vonatkozásában. És akkor köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük, Judit. Igazán hasznos információk voltak. Talán még annyi, hogy miközben beszéltél, akkor Posta Jánostól kaptuk azt az információt, igen, hogy a halálok akkor bizonyítható, a toxikológiai vizsgálat történt, és ha toxikus az adott anyag mennyisége, még akkor sem biztos, hogy az a halálok. Nyilván igen, ez így teljesen igaz. Illetve azért azt igen, is gondolom, hogy reagálj rá, csak azt is gondolom, hogy nyilván egy szegregátumban, mit tudom én, istenháta mögött 40 éves cigány ember este elalszik, reggel nem kell föl, akkor nem biztos, hogy akár boncolni is fogják. Így.
Pontosan így van, de hogy nekem az is fontos, mert én szociális munkás vagyok, tehát hogy nem csak maga a túladagolás, hanem tényleg a szerhasználatból fakadó egészségügyi következmények, romlások, illetve ez nekem nagyon megdöbbentő volt, igazából nekem ez volt az igazi megrázó, hogy a szenvedés nyomás miatt az, hogy ő nem jut segítséghez, amikor ő változtatni szeretne, vagy annyira kilátástalannak látja a helyzetét, miközben ő lenne motiváció csírája arra, hogy kilépjen, ez nekem, ami személy szerint borzasztó fontos információ és megrázó, és nekem itt van dolgom, tehát hogy lehet ezeket úgy csinálni, hogy ez ne következzen, hogy valaki emiatt az öngyilkosságot látja egyetlen kiútnak, és hogy három ilyen történt az elmúlt évben, amiről nekünk tudomásunk van. Köszönjük.